A mai videóban azt fogjuk megnézni, hogy mi rontja a vitamin, az ásványanyag, a nyomelem, a fehérje és a zsír hasznosulást a szervezetünkben. Szeretettel köszöntök mindenkit! Nagyon sokan nagyon sokféle készítményt szednek, van, aki hónapokig szed egy vagy több terméket, mégse tapasztal érdemi változást a problémájával kapcsolatban. Ennek egyik gyakori oka az lehet, hogy egyszerűen nem épülnek be az adott készítményekből, ételekből a tápanyagok, tehát lehet, hogy teljesen feleslegesen szedjük, fogyasztjuk őket. Az emésztésnek az a lényege, hogy az elfogyasztott anyagok lebontásra kerüljenek legapróbb elemeikre, majd azok felszívódjanak. Gyomor, vékonyvér, vastagbél, ez a három fő egység. Ha valahol gond van, az csökkenést jelent a hasznosult tápanyagok mennyiségében. Az egyes tápanyagok az emésztőrendszerünk adott részeiben szívódnak fel, a 90%-ok egyébként a vékonybélben. Tehát ha tudjuk, hogy az emésztőrendszer mely részével van gond, tudjuk azt is, hogy mely mikrotápanyagok hiányozhatnak a szervezetünkből. Például ha a vékonybél utolsó szakasza sérült, tudjuk, hogy nem szívódnak fel megfelelően az aminosavak, és itt hasznosul újra az epesav is. Tehát esélyes, hogy kevés van belőle, ami hosszú távon a zsírban oldódó vitaminokból okozhat hiányt. Amikor romlik a felszívódás az emésztőrendszerben, a legtipikusabb jelenség a puffadás és a bélgázok, mivel a ugye nem megfelelően megemésztett anyag erjedni kezd a belegben, és mint minden erjedés, ez is gáztermelődéssel jár. Először is a gyomorsav ereje döntő hatása van szinte minden ásványanyagra, a nyomelemre és a fehérjékre. Ha gyenge a gyomorsavunk, szinte minden tápanyagnak romlik a hasznosulása. A gyomorsav gyengülés azt jelenti, hogy a gyomor pH-ja felfele mozdul le, tehát lúgos irányba, és gyengülhet például a protonpumpa gátló gyógyszerektől. Alapból 1-3 közötti pH kell legyen a gyomorban, ami nagyon savas, egyes a sósav. A gyomorsavat erősíthetjük almaecettel, almaecett kapszulával, betainhidrokloriddal, savanyú káposztával, kovászos uborkával és emésztőenzimekkel. A következő a bélrendszer, melynek állapota szintén egy fontos tényező, elsősorban akkor, ha valamilyen gyulladásos bél problémánk van, mint a kolitis, a Crohn vagy az IBD. Az antibiotikumok a vastagbélben elpusztítják a hasznos baktériumokat, így felborul a pH egyensúly, a vastagbélnek enyhén savasnak kell lennie, ez pedig rontja egyes mikrotápanyagok hasznosulását. Ha az epe nem termel epesavat, vagy ha kivették az epénket, és ezáltal nem lesz elég koncentrált az epesav, a zsírban oldódó vegyületek felszívódásában keletkezhet zavar. Epesavtartalmú és májműködés támogató készítményekkel valamennyire orvosolhatjuk ezt a problémát. A hasnyálmirigy termeli az enzimek többségét, ha gondok vannak vele, gondok lesznek a tápanyagok hasznosulásával, mivel ugye az enzimek kellenek a le- és a felépítési folyamatokhoz a szervezetünkben. Például a fehérjék aminosavakra és a zsírok zsírsavakra bontásához. Így segítség lehet a különböző emésztő enzimek pótlása étrend kiegészítővel. Az inzulinrezisztencia állapotában a sejtek ellenállnak az inzulinnak, amelynek ugye az lenne a feladata, hogy bejuttassa a tápanyagokat a sejtekbe, de mivel rezisztencia van, nem jutnak be, így a sejtek hiány szenvednek a tápanyagokból. Itt a megoldása az időszakos bőtölés és a felszívódó szénhidrát bevitelünk csökkentése, helyette pedig több magas zsírtartalmú ételt fogyasztani, erről ugye több videóban is beszéltem. Ha nem fogyasztunk nyers és erjesztett ételeket napi rendszerességgel, tehát csak főtételt teszünk mondjuk heteken, hónapokon át, a napi ételekkel csak nagyon kevés vitamint viszünk be, ami hosszú távon a vitaminszint csökkenéséhez vezet. Az az ideális, ha főtételt csak kizárólag nyers zöldséggel vagy erjesztett étellel fogyasztunk együtt, tehát főtételhez például leveles kell, káposzta, rukkola, mángolt, sóska, saláta, retek, uborka. A zsírban oldódó vitaminok megfelelő hasznosulásához, mint A, D, E és K vitamin, zsírsavak, tehát zsírok kellenek. Ha alacsony zsírtartalmú diétát folytatunk már egy ideje, tehát nem eszünk tojást, szalonnát, vajat, halakat, olívaolajat, zsíros húsokat,
biztosak lehetünk abban, hogy a zsírban oldódó vitaminok szintje alacsony a szervezetünkben. Ebben az állapotban az epe szenvedi meg hosszú távon, összezsugorodik, eldugul, epekű alakul ki, mert ugye nem eszünk zsírt, tehát nem használjuk az epénket, ezért lényegében elsatnyul. Ha a szintetikus mesterséges vitaminkészítményeket szedünk, pláne hosszú távon, esetleg nagyobb dózisban, mondjuk multivitaminokat, nemhogy növeljük az adott vitaminok szintjét, de épp hogy hiányt okozhatunk a szervezetünkben. Ennek oka, hogy a természetben a vitaminok komplex formában sok más vegyülettel együtt vannak jelen, míg a kapszulákba, tablettákba az adott vitaminnak egy részét tudják csak beletenni, mondjuk a vitamin 20%-át. Ezért amikor elfogyasztjuk, az a 20% a testünkben keresni fogja a hiányzó 80%-ot, ami hosszú távon egyensúlytalanságot okoz az adott vitaminnal kapcsolatban. Például ugye az aszkorbinsav, ami a C-vitamin tablettákban és kapszulákban van, csak a C-vitamin külső burka nem tartalmazza az élő részét a C-vitaminnak, a tirozináz enzimet, a K-vitamint, a flavonoidokat és a J-faktort. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.